van már velünk a stúdióban, Erdei Lilla, dietetikus, szeretettel köszöntelek. Szia! Mindig beszélünk ugye a szezonális alapanyagokról, hogy mennyire fontos ezeknek a fogyasztása. Hát most abszolút sütőtök szezont élünk, nem olyan régen kezdődött, és a boltokban itt-ott már én láttam, hogy akciósan is hozzá lehet jutni. Miért olyan kiemelkedően fontos, finom ez a bizonyos sütőtök? Mondjuk a finom az relatív. Igen. Nem csak a sütőtök kiemelkedően fontos, hanem az összes zöldség. És a sütőtöknek most van a szezonja, most van rá lehetőségünk, akkor fogyasszuk bátran, nagyon ízletesen, változatosan el lehet készíteni. Sok értékes ásványi anyag, vitamin van benne, bár hozzáteszem, hogy sok értékes ásványi anyag, vitamin azért az összes többi zöldségben, gyümölcsben ugyanúgy megtalálható. Igen, itt én most egy olyan újságcikket kaptam a kezembe, hogy 6 ok, amiért érdemes a sütőtököt fogyasztani. Első és a legkiemelkedőbb az, hogy vitamin bomba. Hát milyen vitaminokat találunk akkor a sütőtökben? Mert ugye itt a narancssárga szín, azt mondják, hogy ez különösen is jó, ugye a sárgarépa kapcsán is előkerült ez. Ugye karotinoidok vannak benne, attól ilyen narancssárgás a színe, ami a látásnak egy vitaminja, vagy ahhoz egy előanyag, bár itt azért ezt hozzátenném, hogy az A-vitamin hiány, a karotin az A-vitaminnak az előanyaga, az farkas vaksághoz vezet, tehát ugye a szürkületben nem látnak jól az emberek elég ritka hiánybetegség, de most ha valaki hirtelen elkezd sok répát, meg sütőtököt enni, akkor azt azért ne várja tőle, hogy mondjuk dioptriákat javulni fog a szeme, mert a kettő nem teljesen ugyanaz. De mindenképpen egy nagyon fontos élelmianyagról van szó. Igen, itt a második pont, és én mosolygok már, hogy sütőtökkel a tökéletes látásért, hát akkor a kilószámra eszük a sütőtököt, akkor sem hagyhatjuk el mondjuk a szemüveget vagy a kontaktlencsét, de azért fontosak ezek a nagyon vitaminok, fontosak. És már gyerekkorban is. Igen, ugyan. Igen. Ez nagyon fontos. Én azért a kilószámra fogyasszukat nem javaslom, de ezt egyik zöldségre, gyümölcsre sem mondanám, hogy kilószámra fogyasszuk. Lehet fogyasztani, főleg, hogy most van szezonja, tavasszal sokkal nehezebben jutunk hozzá, nem is annyira finom, akkor most próbáljuk az összes olyan receptet, amiben fel lehet használni, akár édesen, akár pedig köretként húsételekhez, bárhogyan nagyon-nagyon változatosan el lehet készíteni, levesbe, akár salátát is lehet készíteni, süteményeket, meg főételként, bárhogyan pürésítve, pépesítve, vagy darabokra vágva, kinek hogyan ízlik. Zárójelben jegyzem meg, hogy hétvégén nálunk például a krumplipürébe került egy kis sütőtök, nagyjából ilyen fele-fele arányba, egy kicsit ugye más is lett az állaga, egy kicsit édesebb lett. Mindenkinek ajánlom szeretettel, én nagy sütőtökös vagyok, engem nem kell meggyőzni etéren, viszont ha nézzük a jótékony hatásait, akkor talán nem véletlen, hogy a gyermekeknek is, az egészen pici babáknak is, talán az első ételek között a sütőtök is ott szerepel a menün. Ennek az az oka, hogy itthon kapható, elérhető, és nagyon-nagyon könnyen elkészíthető, puha. És ugye a pici babáknak ilyen puhább zöldségekkel, gyümölcsökkel szokták kezdeni a hozzátáplálást, nincsen benne semmi veszélyes anyag, vagy semmi, ami allergizálna, és nem kell annyira megrágni, mintha mondjuk friss paprikát kapnának, az rostosabb, rágni kell, teljesen más a textúrája, az élménye. De talán még ez az édes íz, nem? Amihez így ragaszkodnak a babák, igen. És ami sokaknak vonzó lehet, ez a sütőtök saláta viszont érdekel. Hogy gondoltad, vagy amikor azt mondtad, hogy a sütőtöket mondjuk a salátába lehet betenni? Mesélj, én még így soha nem kóstoltam. Hát nem kell annyira, tehát ki hogyan szereti megsütni? Valaki nagyon puhábra szereti, valaki kevésbé puhábra. Én jobb szeretem, hogyha nem annyira nagyon-nagyon puha, fel lehet kockázni, és ugyanúgy hozzá lehet dobni a salátába, esetleg egy kis tökmagolajjal meg lehet locsolni, és én egész különleges lesz az íze tőle. Sokan mondjuk kritikát fogalmaznak meg a sütőtökkel kapcsolatban, pont ez az édeskés íz miatt. Ezt hogyan lehet kompenzálni, vagy például most már egészen éhes lettem, de hogy például levest lehet belőle készíteni, ugye krémlevesek, sütőtök krémleves az nagyon finom, vagy mondjuk a éttermek menüjében is mondjuk ilyenkor szerepe. Hogyan lehet ezt az édeskést ízt mondjuk kompenzálni? Ez bármilyen fűszerrel, milyen jellegű
ugye az étel. Szerintem a sütőtök krémlevesnek az a hozzátartozója, hogy olyan enyhén édes. Ez a sütőtök ízhez így hozzátartozik, de bárhogyan el lehet készíteni. Lehet egyszerűen csak pici sót beletenni, vagy esetleg egy pici borsót, de bármilyen fűszerekkel. Én már láttam körrivel készítve, és érdekes ízkombináció, de fogyasztható. Én például egy kicsi gyömbért szoktam igazából beletenni, meg római köményt, és az is egy ilyen kicsit ilyen keleties ízvilágot. Én pedig olyat láttam, hogy mézes puszedlit, amit mondjuk karácsonykor sütünk, olyan mézes puszedli volt például a leves alján, mondjuk így betétként a sütőtökhöz kínálva, az is egy érdekes megoldás. Hogyha folytatjuk egy kicsit a cikket, és visszatérünk a komoly témákhoz, akkor itt a magas rost tartalmát is kiemelik. Ez mondjuk sütéskor, főzéskor hogyan jobb, vagy hogyan érdemes fogyasztani sütőtököt? Igazság szerint a sütőtöknek van rost tartalma, de nagyon sok zöldségnek magasabb a rost tartalma. Tehát nem mondanám azt, hogy annyira kiemelkedő rostforrást jelent. A teljes őrlésű gabonáknak sokkal magasabb, a hüvelyeseknek is jóval magasabb rost tartalma, de lehet ugyanúgy fogyasztani, és nem kell variálni az elkészítésen ennek érdekében. Na most jönnek azok a kérdések, amik talán így dietetikusként vagy szakemberként azért megkérdőjelezhetőek. Vértisztító, méregtelenítő hatás. Na, ezekre mondj valamit. Hát... A legjobb, hogyha egészségesen táplálkozunk. Ezzel a leginkább ezzel tudjuk hozzásegíteni a szervezetünket a megfelelő méregtelenítéshez, amit a májunk végez. Ne várjunk ezektől az élelmiszerektől különös hatást. Szerencsére a sütő tök jól beilleszthető a kiegyensúlyozott egészséges táplálkozásba. Aztán itt arra figyelmeztetnek például minket, hogy ne cukrozzuk meg a sütőtököt, például a sütéskor. Gondolom itt ezt a karamelles réteget akarják rajta hangsúlyozni, de hát nem tudom, hogy kinek jut eszébe megcukrozni az amúgy is édes sütőtököt, és hogyha itt nyitunk egy zárójelet, akkor például a cukorbetegeknek mennyire ajánlott a sütőtöknek a fogyasztása? Nyugodtan fogyasszák, de mértékkel és számolva. Vannak olyan zöldségek, amiknek jóval alacsonyabb a szénhidrát tartalma, a sütőtöknek olyan 10 körüli. Ezzel kalkulálni kell. Tehát lehet fogyasztani egy cukorbetegnek akár egyes, akár kettes típusú, de az ő napi szénhidrát bevételéhez ezt hozzá kell számolni. Nem lehet korlátlanul fogyasztani, mint mondjuk egy uborkát, azt azért szabadabban fogyaszthatják. A sütőtökről sokaknak eszébe jut az édes burgonya, ezek milyen kapcsolatban, egyáltalán rokonságban állnak egymással, mert úgy színüket, állagukat tekintve sokszor még össze is lehet téveszteni őket. Nincsenek rokonságban, de valóban pont a karotin miatt a keményítő tartalmuk hasonló, tehát tényleg hasonló a textúrájuk, az ízük, a színük, az illatuk, akár összekeverhető lenne, de nem rokonok. Melyik a jobb a kettő közül, hogyha mondjuk dietetikusként ajánlani kellene őket, mert mondjuk mind a kettőnek szezonja van, a nagyobb szupermarketekben tényleg pár száz forintért lehet mondjuk a kilójukat kapni. Melyik az egészségesebb, vagy egyáltalán lehet őket mérlegre tenni? Nem, tehát más. Mind a kettőt lehet fogyasztani, mértékkel kell őket fogyasztani, de beilleszthető ez is, az is. Egyik nap legyen sütőtök, másik nap legyen édes burgonya, harmadik nap lehet hagyományos burgonya, és a hüvelyesek, és a többi levele és zöldség, így tovább. Tehát változatosan nem jobb az egyik a másiktól. Mások. Azt olvastam azért, vagy itt most egy korábbi beszélgetés eszembe jut, hogy például az édes burgonyának sokkal lassabb a felszívódási ideje, tehát például azt ajánlották sok helyen a cukorbetegeknek inkább a sütőtök helyett, mert hogy ízében hasonló, állagában hasonló, de sokkal lassabban szívódik fel. Valóban tud lassabban felszívódni, de a felszívódásnak a sebessége nagyban függ attól is, hogy mivel esszük ezeket az ételeket, mert az, hogy mennyi hús van mellette, mennyi zsiradékkal készül, van-e mellette más zöldség, és előtte x órával ki mit fogyasztott, ez mind befolyásolja a felszívódásnak a sebességét. Tehát a sütőtököt is lehet úgy enni, olyan kombinációban, hogy ne legyen gyorsabb felszívódású, mint mondjuk
az édes burgonya. Hogyan ajánlod akkor a sütőtököt elkészíteni? Itt már mondjuk levesről beszéltünk, salátába belecsempészni beszéltünk. Hogyan lehet mondjuk esetleg megszerettetni a gyerekekkel? Mert én visszagondolok a saját gyerekkoromra, hát engem a sütőtökkel ki lehetett volna üldözni a világból, most pedig már egészen a ló túloldalára estem, hogy ahogy korábban mondtuk, kilószámra fogyasztom például a sütőtököt. Ezt gyereke válogatja, hogy hogyan lehet velük megszerettetni. Sok gyerek nem szereti, de nem csak a sütőtököt, más zöldségeket sem. Talán azzal lehet őket picit rávenni, hogyha bevonjuk őket mondjuk az elkészítésébe, hogy na akkor gyerekek, vágjuk fel együtt, nagyaké és anya csinálja, apa valaki, de hogy együtt betenni a sütőbe, és akkor utána együtt kóstolják meg, amit ők készítettek. Ugye nagyon hosszan kell sütni, addig be lehet kukucskálni, hogy áll, talán így picit jobban megkedvelik, vagy igazából a díszítéssel, hogyha főleg a kisebbek, akkor a díszítéssel lehet még variálni, hogy esetleg kedvet kapjanak a fogyasztásra. Tehát mondjuk a tökfaragással lehet őket motiválni mondjuk a sütőtök fogyasztásra? Nem egészen, hanem... Mit értettél a díszítés alatt? A díszítés alatt azt, hogy mondjuk milyen más zöldséget teszünk mellé, akár kis zászlókat lehet beletűzni, formát lehet kivágni belőle, hogyha mondjuk egy ilyen negyedet egybe beteszünk, akkor ott lehet vele variálni, játszani. Igen, és azért mondtad, hogy vonjuk be a gyerekeket például az elkészítés folyamatába, azért sokszor előkerül akár a táplálkozás kapcsán is, hogy a szülői példamutatás mennyire fontos, mert ha a szülők is mondjuk, nem tudom, gyors ételeket esznek, hát akkor a gyerekek biztosan nem fogják megenni a zöldségeket. A legfontosabb, hogy jó példát mutassunk. Nagyon szépen köszönöm, Lilla, hogy ma is itt voltál velünk. Engem nem kellett meggyőzni a beszélgetés elején sem, de remélem, hogy a nézők is kedvet kaptak a sütőtök fogyasztásához. További jó munkát kívánunk neked. Köszönöm.